egy kicsit figyelmet kérnék, most már foglaljon el mindenki egy helyet. Jó. Nagyon sok szeretettel köszöntelek kedves gyereket, titeket, kedves vendégeinket is, és a kedves kollégákat is. A zene összetört, irodalmi zenés, prevenciós műsorral hívtunk és vártunk titeket. Nagyon nagy megelőző érdeklődés előzte meg ezt a rendezvényt. Én bízom benne, hogy nagyon jól és nagyon hasznosan fogjuk tölteni ezt az egy-másfél órát. És még egyszer köszönöm, hogy elfogadtátok. Szeretném átadni Fekete András rendőrtökös zászlós úrnak a mikrofont, azért, hogy ő fölvedesse és megnyissa a mai programunkat. Köszönöm szépen! Tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot, üdvözöllek benneteket. Nyilván ismertek, Fekete András elhangzott a nevem, rendőrtőtözvászos vagyok, a karcagi rendőrkapitányság iskolai bűnmegelőzési tanácsadója. Ezt a mai rendezvényünket megtisztelte a Jászlóklónusz-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság szakmai vezetése is, és engedjétek meg, hogy külön köszöntsem körünkben Fekete Miklós címzetes rendőrezredes urat, a Jászlóklónusz-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztály vezetőjét. Munkatársát, Antal Irén, címzetes rendőr a lezeres asszony. Köszöntöm továbbá Mészáros János, rendőr a lezeres urat, a Szolnoki rendőrkapitányság iskolai bűnmegelőzési tanácsadóját, Orosz Tibor, rendőrfőtőzászlós urat, a Jászberényi rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkatársát. Ennek azért örülök, hogy ilyen sikerrel fogadjátok a rendőri vezetőket. Tehát gondolom, így örülök a közterületen is a rendőr kollégáknak, ugye? És még egy kollega, Tokai Lajos rendőr a lezeres úr, a Kínagesi rendőrös parancsnoka. Lányok ki, ez a mai rendezvény nem a drogról fog szólni, de én most felkérem Fekete Miklós ezredes urat, a Jászlóklónusz-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztály vezetőjét, néhány gondolattal nyissa meg rendezvényünket. Most hát akkor szervusztok az idősebbeknek és a felnőtteknek, jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a Jászlóklónusz-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság munkatársai szüketen a bűnmegelőzési szolgálat tagjai nevében, és hát én azzal kezdeném, hogy nagyon jó sportos a hangulat. Az eddigi siker az természetszerűen továbbra is a programnak szól, nem pedig a bemutatott személyeknek, és én abban bízom, hogy a rövidesen megkezdődő prezentáció, valamint majd az azt követő zenés műsor sokkal nagyobb sikert fog okozni, és nagyobb világással lesz úgymond megköszönve ez a program. Hiszen egy megnyitó, ezért én nem szándékoznék belemenni különféle prevenciós tájékoztatásokba, meggyőzésekre. Az a program, aminek itt most valamennyien részese lehetünk, nem oldja meg azokat a problémákat, amelyek vagy jelen vannak, vagy sajnos jelen lehetnek bármelyik mindennapi életében, de adnak egy útmutatást, egy irányt, egy lehetőséget, egy alternatívát arra, hogy a fölmerülő gondokat, problémákat pozitív megközelítéssel és egy jó útvonal kiválasztásával kísérjük meg megoldani, és én bízom abban, hogy mindenhol olyan segítők, közreműködők vannak állnak rendelkezésre, hogyha valaki, aki gondol a problémával küzd, legyen az drog vagy bármi más, de akar magán segíteni, magán segíteni, akkor segítő támogató kezeket kap és jó úton meg tudja az ügyeit oldani. Én kívánok ehhez mindenkinek sikert, a programhoz jó szórakozást, és majd a későbbiekben a András által levezető órákon történő átbeszéléshez pedig nagy empátiát és megértés, jó szórakozást kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen, megérdés úr! És hát akkor kapjunk a magat, és én azt mondtam, hogy ma nem egy drogról lesz szó, de valahol mégis. Mindenki jónak indul. Igaz ez, amikor megszületünk, ugye? Igaz ez, vagy nem igaz, szerintetek? Igaz, így van. És az, hogy mi válik belőled, egészséges maradsz-e, vagy nem? Tökéletesen tudsz-e fejlődni, vagy nem, attól függ, hogy a környezetedben hogyan viselkednek. Ugye,
megszületsz. Pici csecsemőként gondoskodik rólad anya, szopizol, elengálsz, cserél, te sírsz, figyelj egy picit, te sírsz. Anya tudja, hogy azért sírsz, mert éhes vagy, anya tudja, hogy azért sírsz, mert pelenkát kell cserélni. És hogy ezt meg is teszi, te ezt érzed. És ott az egyéves korodik, beleég a kis agyadba. Ha anya ezt nem teszi meg, akkor sajnos olyan hiányossággal fogsz felnőni, ami már később a viselkedésedbe is meg fog jelenni. Nagyban függ tőlünk felnőttektől is, hogy milyen mintát viszünk előttetek. Mennyire vagyunk mi felnőttek függők? Mennyire mutatunk mi olyan példát, hogy megkapom a pénzt, megkapom a segélyt, jó berúgok, ugye? Minden jó, havaj, barbi, minden gondomat elfelejtettem, mert a legjobb stresszoldó még a mai napig az etanol, amit biztos van a teremben olyan, aki hallott róla, hogy találkozott már ilyen dologgal, amit úgy hívnak, hogy alkohol. Sajnos vagy arra, hogyha neked problémád van, gondod van, akkor ezt valahogy oldjuk meg. Kapsz egy elégtelen. Kapsz egy elégtelen. Arra nem gondolsz, hogy te mit tettél azért, hogy ne kapj elégtelen, de nem. Tanár a hibás mindig, mert őtél számon. Az, hogy te órán nem figyelsz, az másodlagos probléma. De menjünk a kert hátuljába, szívjunk el egy cigit, szívjunk el egy herbát, szívjunk el valami szart, amire azt sem tudod, hogy mi van benne, vagy rúgjunk be. Megtörténik a dolog. Mi történik vele? Az alkohol hatására. Mi történik vele? Mit csinál vele az alkohol? Megváltoztat. Mégpedig hogy változtat meg? Hogy lesz, na figyelj ide, hogy lesz a kipirult, csicsergő, kisminkelt tinédzserből, elmegy a buliba, és egy óra múlva tértőnök helyzetben az árokparton okádó emberi lény, aki csak úgy tud mozogni, mint egy fóka. Ugye? Biztos, hogy a teremben nincs olyan, akivel ez megtörtént volna. Nincs, ugye? Jó, elmúlik az alkohol hatása, az elégtelen törölték az ellenőrződött. A problémát megoldódott? Nem. Nem biztos, hogy az a megoldás, hogy te valamilyen tudatmódosító szerhez nyúlj. Senki nem azért nyúl. Az első sörös pohara, cigarettája, vagy jointja után, hogy lepattintok egy tabit, és akkor azt benyomom, hogy ő örökké függő akar maradni. De egy dolgot tudj. A kipróbálás, a nemetmondás, vagy az igenmondás, az a te kezedben van. És bármit próbálsz ki, és nem a szerekről beszélek, mert teljesen mindegy, hogy milyen szer, megváltoztat. Egy dolgot kell neked eldönteni. Akarsz-e megváltozni, vagy nem? Olyan már biztos nem leszel. Mondja ezt egy olyan ember, aki 15 éves korában hozott egy rossz döntést, és azóta dohányzom. Tehát mielőtt szóljön a házra, hogy beszélek itt a függőségről, és az épület sarkánál látod, hogy rágyújtok, tudom, szocializáltan kezelni. Tudok együtt élni vele. Tisztában vagyok arra, hogy gondolja az egészségem, a döntés mégis az enyém. De az furcsa lenne, ha én ide berúgoljöttem volna meg. Jó, van, aztán nem probléma. Majd elbújjuk. Majd megoldjuk valahogy ezt az előadást is, és akkor semmi gond, oldja a feszültséget. De nem biztos, hogy bármilyen olyan tudatmódosító szer oldja meg a problémádat, és hát miért próbáljátok ki a drogokat? Kíváncsiság. Hát na már. Jó, hogy? Ha a másiknak jó, akkor nekem is. Biztos. Igen, csak ebben van egy olyan veszély, hogy a másiknak jó volt. De lehet, hogy te meg találsz. Van, akinek egy fél deci pálinka már megrogyassza a lábát. Van, aki megdőlni egy fényre. Nem biztos, hogy a szervezetet ugyanúgy tolerálja, főleg akkor, amikor a iskolóban hátuljában, ott a sarokban, ilyen egymás között megvett, temetefüvet, herbát, még egyszer mondom, nem tudom, mik ezek, de nem is érdekel. Próbáljuk, hogy szívjuk el. Igen, arra az agynak egy olyan dózis ötés, amitől te repülsz. Hú, de jó, átéltem, milyen jó élni. Hogy utána jön a szédülés, a hányinger, szapor a szívverés, esel hanyag, dől a fal, de hogy dől a fal, te dőlsz. És amikor rájössz, hogy ez neked nem jó, abba kellene hagyni, az már nem megy. Az már nem megy egyedül, ott már segítség kell. És hogy hiány motiváltság, nincs sikerélménye, mert nem is akarod. Nem is keresed. Mindig a másikba keresed a hibát. Mindig a másikba teszel megjegyzést. Saját önmagad, kis énét, addig mi nem tudod eldönteni, hogy te ki vagy és mit szeretnél. Mit szeretnél magadból megmutatni a külvilágnak.
addig nem másiktól vársz a sikerélményt, apró pici dolgoknak lehet örülni. Stresszoldás. Na hát igen, arról beszéltem az alkoholról előtt, legjobb stresszoldó szer az etanol, még nem találtak ki más. Magyarországon elég szépen be is van épülve szocializálódva. Nincs egy olyan disznóvágás otthon, vidéken lévén, ahol nem több pánika folyna el, mint a disznóból a vér. Mire odaérnek, akkor apuka, meg a szógor, meg a többi már egészen jól áll. Ugye? Milyen frankó szociális minta? Mit mutat meg a szülő? Hogy belülből milyen jól lehet disznót vágni? Mit csinál majd a tínézser gyerek, amikor odaér? A papának jó volt, akkor nekem is jó. Nem biztos, hogy a szülői példa, a szülői minta is mindig pozitív. És a nem mered effektus, kortárs nyomás, gyere már, hát mi, nem mered megcsinálni. Megiszol két feles, utána úgy beszólsz az igazgatónak is, mint annak a rendje. Hát persze, mert az alkohol oldja a gátlás, és amihez egyébként beszarulod, az két fél deci után már megmered mondani. Gyere, biztos, hogy nincs a rend dolga, aki ezt megkipróbáltak, tuti. De a tekintetekből látom, hogy igen. És hogy mit kezdjek magammal? Nem is akarsz mit kezdeni magaddal. Fükszök is mobiltelefonodon. Azt se tudod, hogy zajlik körülötted az élet, elmegy melletted egy jó közösségi csapat, elmegy melletted olyan apró örömforrás, amit észre se veszel, mert a Facebookon élsz. Ugyanolyan függőség, mintha szertől függnél. És hát ha véletlenül úgy ébredsz fel, hogy ezt az embert látod, aki látja képen a kopasz fejével, hogy na hát akkor sikerült magaddal mit kezdeni, akkor baj van. Ugyanis dr. Zahár Gábor toxikológus úr, de a felső tagozatosok szerintem emlékeznek rá és találkoztak vele, ő volt az iskolában. Előadást tartani. Drogprevenció a családba kezdődik, és a szervhasználat is. Legjobb példa erre a vízóvágás, ugye? Meg az, amit mondtam az elején. Ha meg, ott már baj van gyerekek, hogy úgy jön valaki iskolába, hogy apa otthon azt mondja, hogy ha megvisz hozzá, nekem is herbál. Ott már nincs drogprevenció. Ott már le kellene alakozni, mert ott a szülői minta ellen elvitte a gyereket. De te még el tudod dönteni magad, hogy azt akarod-e másolni, amit a szülő csinál, és az nem jó, és ezt a problémát nem tudod kivel megbeszélni, akkor fordulj nyugodtan a pedagógusodhoz, egyet ne felejts el. Középiskolás vagy, és általános iskolás is. A pedagógus az érted van és nem ellene. Akkor is, ha nevel, akkor is, ha fegyelmez, fotol valami olyan dolgot, amit a szülő kihagyott. És erre nem az a megoldás, hogy belőle van a szülő, és neki megy a pedagógusnak, hogy bebből miért szólította meg a gyerekenet, csak. Emberek vagyunk, bizonyos keretek, szabályok között élünk. Ez kicsit elvonva a kábítószertől, ha rendőri intézkedést kérnek kábítószer birtoklás miatt, vagy új pszichoaktív anyag birtoklása miatt a pedagógusok az iskolába. Miért háborodik fel a szülő? Ő miért nem tudja azt, hogy a gyereke ilyen? Na, miért nem tudja? Szerintetek? Azért nem egy átlag szülő napi 7 percet beszél a gyerekével. Ugye? Mi történt az iskolában? Beraktad, elvitted, megcsináltad, benézd este fél tízkor a szobába, itthon van, jó van, nem a rendőrök hozták haza. Tisztelet a kivételnek, akinél az nem így működik. Persze ilyen családi környezet között nehéz is a keszekusza tínédzser gondjaidat megoldani, nincs kivel megbeszélni. Te ülsz a Facebookon, csetelsz, szóval így nem kommunikálsz. Legfeljebb úgy, hogy itt kaptam az elején egy turva beszólást azért, hogy üljön hátrába egy sor székkel. Oké. Lenyelem. Nem semmi probléma. De elmegy melletted a való világ. Ha nem foglalkozik veled a szülő, ha nem tudod megbeszélni, ismételten azt mondom, keresd magadnak pozitív közösséget, keresd magadnak pedagógust, aki segíted, és ez a pozitív közösség, ez a mai rendezvényünk egyik fénypontja lesz, de megyünk még tovább. Hiszen élheted az életet szenvedéllyel. Kipróbálhatsz bármit, rád van bízva. Egy dolgot tudj. Ha pszichoaktív szert vagy kábítószert próbálsz ki, megváltoztat. Mégpedig oly módon, hogy a változás folyamatában te már nem tudsz beleszólni. Lévén, hogy megiszod az alkoholt, és a csicsernő tínézser utána ott közökről az állatparton. Bele tudsz szólni? Nem. Szeretnél felállni? Nem. Azért, mert az etanol dolgozik az alkohol. Ezt már ismered, az alkohol. De kipróbálsz valami más? Mert hát miért ne? Te keresed a veszélyt. Na, abban meg bele is ödöl. Így szó szerint. De bedöltöd el, hogy kipróbálod vagy nem. És legyen az élet a szenvedélyed. Élj szenvedélyed, de tudd,
hogy a szenvedély a töröm forrása, az nem csak káros függőség lehet. Hiszen... Na, mi történt? A mozgás, a sport, a zene, a művészeti tevékenység, a tudomány válhat szenvedélyé, hiszen egy egyszerű tanulmányi verseny. Egy egyszerű olyan dolog, hogy három akkordot tudok egy gitáron. Már keresetek hozzá egy közösséget. Tudok focizni. Keresek egy sportközösséget. És ez nem elszakít egymástól, hanem összeköt. És hogy hogy kapcsolódik bele a zene azokba? A rockzene világát, magának a rockzene kialakulását. Néhány őrült heroinista tolta előre, akik a 27-esek klubjába tartoznak. Délutáni feladat lehet, hogy valakinek éppen nem kell tanulni, beüti a YouTube-on, hogy Jimi Hendrix. Ő egy balkezes, szenzációs, világhírű gitáros. Egy fordítva húzott gitárral játszott, és olyan gitárszólókat, akkordokat, amit szerintem bologatnak a színpadon ők is. Mai napig próbálnak néha még tükörből is lejátszani, nem mindig sikerül. De ott van Jim Morris, sőt mondhatnám tovább. Bennük a szerv kiváltott egy olyan zseniális tehetséget, hogy lerakták a rockzene alapjait. De annak nagyon-nagyon-nagyon kicsi az esélye, hogy ha te kipróbálsz valami ilyen tudatmódosítót, akkor belőled is előjön ez az őrült dolog. De egyet tudj, alkohol, kábítószer és gyógyszerkombinó keverékében 27 éves korukban mindjárt meghaltak. De kell nekünk kábítószer fogyasztani? Kíváncsi vagy arra, hogy mit érezhet egy Jimi Hendrix? Hallgass meg a zenéjét. Kíváncsi vagy arra, hogy Baudelaire, hogy írta meg a műveit? Lehetne ez egy rendkívül irodalom óra a francia irodalom történetéből, és akkor már milyen lehet is a tinédzserrel beszélgetni a kábítószerekről, hogy milyen műveket alkotott. Éld át úgy ezt az élményt, hogy közelében nem kerülsz a kábítószernek. Meghallgatod a zenét, elolvasod a művet, megnézel egy festményt, elmész focizni, csinálsz kiemelkedő sporteredményt, de nem úgy mész el súlyt emelni, hogy nyomod magadba az anonimikus fehérjéket, testépítőnek gyúrunk az nem, ahogy én, mert aztán abban megint belehalsz. De mindenre van alternatív megoldás, és hát a mai rendezvény főszereplői már a színpadon vannak, mindjárt be is világítják őket. Gondolom én. Sikerül, nem baj, én megyek tovább. Ők az elmúlt időszakban szorgosan készültek arról, hogy megmutassák nekünk, mit is jelentenek a jelmondatai. A zene összeköt, illetve szíved gitár, téd a gitár. A színpadon a Békéscsabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor logisztikai és közlekedési szakgimnáziumának gitárklubja, a Kemény Gitárklub. A klub több mint 12 éve alakult középiskolás diákok önálló kezdeményezésére. Összeállt néhány diák, tetszett nekik a gitározás, és megtalálták azt az embert, aki melléjük is nyúlt, és egy ekkora közösségé fejlesztette őket. Olyan alternatív szabadidős lehetőség ez, ahol a közösség ereje összetart, magabiztosságot ad, ahol fontosnak érezheted magad. Jó sokan vannak, és nagyon jó zenét játszanak. Létszámunk körülbelül 60 fő. Négy csoportban működnek, gyermekkezdő, középhaladó, felnőtt összevont és felnőtt kezdő. A tagok közül jelenleg is több mint 10-en a Kemény Gábor szakgimnáziumban tanulnak, a többiek között sokan vannak, volt középiskolások, tovább olyanok, akik középiskolai tanulmányaikat befejezve, munka, illetve felsőoktatásban egyetemi tanulmányaik mellett a közösségi összetartás, a klub élet tevékeny részesei. Évente átlagosan 60 fellépésük van, és minden mellett ők tanulnak, és élik szenvedéllyel az életüket, csak nem káros szenvedéllyel. Tartalmat adva jelmondatuknak, a zene összeköt, illetve szíved gitár, tét a gitár. Klubfoglalkozásuk teljesen ingyenes, bárki mehet közéig. Kezdőcsoport is van, zenét hallgatni bemehet, közösséghez tartozni, barátot, barátnőt elkísérni, nyugodtan csatlakozhat hozzájuk. Autista tagjuk is van, demiánsú serkezésből is tudatított tagjuk is van. Segítenek és elfogadnak. Olyannak, amilyen van, aztán ha alkalmazkodsz és tudsz, és rájössz, hogy ez is egy jó szenvedély, akkor olyan nagy baj már nem lesz.
Engedjétek meg, hogy bemutassam azon tagjait, akik megszűnhetnék a mai rendezvényünket, és egy igen tartalmas műsorral készítettek. Kezdjük a fiatalabbakkal. Csülök Bencel, Békéscsabai 5. osztályos tanuló. Egy testvérpár következik, Szabó Milán és Szabó Zorán. Milán 7. osztályos általános tanuló, a Bátya Zorán már egyetemi tanulmányait folytatja. És most egy picit megkérem Zorán, állj már föl rajta van a gitár. Mit vesztek észre? Balkezes gitáros, ugye? Na. Az előbb még beszéltem Jimi Hendrixről. Idézek tőle. A nagyobb balkezesek. Ugye? Teljesen mindegy, hogy jobbkezes vagy, balkezes vagy, kerekes székbe ülsz, autista vagy, befogadnak, elfogadnak olyannak, amilyen vagy, megmutathatod a tehetséget, sőt, ti is tudod pontakoztatni. A testvérpár után egy duó következik, akik a klubon belül önálló fellépésekre is járnak. A duó egyik tagja, és most a csapat egyetlen lánytagja, László Fanni, a Kevin Gábor középiskola pedagógusának a tanulója. A másik pedig az előtt bemutatott Szabó Zorán, tehát ők úgy ketten egy duó, majd látni fogjátok. Folytatom a sort a középiskolásokkal. Annus Roland. A Békéscsabai Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Szakgimnázium 10. évfolyamos tanulója. Kónya Szabolcs. A Békéscsabai András Attila Gimnázium 11. évfolyamos tanulója. Sári Dominik, a szenzációs basszusgitáros. Szabolcs osztálytársa, 11. évfolyamon. És maradt még Veres András, az Evangélikus Gimnázium 12. évfolyamos tanulója. Na de vannak még, hárman még maradtak a felnőtt csoportból is. A felnőtt csoport úgy alakult ki, hogy a szülők elkísérték a gyerekeket, vagy a nagypapát, és aztán ott maradtak, megtetszett a dolog. Nagy Imre, nyugdíjasként csatlakozott a gitárkocsihoz. Rácz Zoltán, a Békéscsabai Szakképzési Centrum technikai alkalmazottja, most már ő is nyugdíjasként tudtak. És végül, de nem utolsó sorban, a gitárklub vezetője, Lusi István. A Békéscsabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziumban portásként dolgozik, de tevékenysége jócskán túlmutat ezen, hiszen az intézmény ünnepségeinek szervezője, az események technikusa, műsorok szerkesztője, összeállítója, a Kemény Gitárklub vezetője. Közösségteremtő munkája elismeréseként Békéscsaba megyei jogú város önkormányzat közgyűlése Lusik István úr részére, mint a Kemény Gitárklub vezetője számára, Békéscsaba ifjúságáért kitüntetést adományozott. Színpadon tehát a Kemény Gitárklub. Ne felejtjétek, amit az elején mondtam. Ha jól nagy tapsot kapnak, nagyobb az esélyünk arról, hogy jól szerepeljenek. Hajrá! Kezdjük tapsot! Énekkel, tapsal, műsor közben is segíthetitek majd őket, de szerintem fogják ők ezt mondani. Bízunk benne, hogy a technika is működik, ahogy kell. Szeretettel köszöntök mindenkit, és nagy tisztelettel köszönjük, hogy meghívtak bennünket. Én már második alkalommal erre bemutatóra, illetve zenéjünk. Külön köszönjük Fekete András úrnak ezt a lehetőséget. Eklektikus lesz a műsorunk, minden műfajból lesz egy-két dal, és általában úgy szoktuk csinálni, hogy amilyen jellegű műsorra meghívnak, oda olyan jellegű dalokkal készülünk. Hát itt most drogprevenciós dalokkal szeretnénk kezdeni. Rögtön az első egy ismert gyermekdal lesz, amit itt Magyarországon gyermekdalként ismerünk, de az eredetije az egy drogprevenciós dal, Puff the Magic Dragon az eredeti címe, és ez egy igazi drogos dal, de mi most magyarul fogjuk előadni,
és kérünk benneteket, hogy aki tudja, legyen szíves, segítsen nekünk ebben. Ez eredetileg angol nyelven egy betépett álmodozásról szól, valóban. Figyeljétek, hogy írták át nekünk? Hallgassuk meg! Mi pedig többiek segítünk neki.
Thank you.
Még erről beszéltem. Figyeltem az arcokat a Jimmy Andrew szám közben, és ugye mondtam, hogy átélheted úgy az élményt, hogy nem vagy a kábítószer közelébe. Hát Andrisnak biztos, hogy nincs a kábítószerrel kapcsolatban, aki a szólót játszotta, de szerintem a teremben ülőknek sincs, legalábbis a 98-99%-nak biztos, és mégis milyen átéléssel hallgattátok. Feltétlen muszáj betépni és úgy zenélni? Andris, feltétlen be kell tépni, ez vagy ez megtanulható? Megtanulható. És egy ilyen közösségbe megadják a magabiztosságot is hozzá, hogy ki mer szállni színpadra és eljátszani. Köszönjük szépen! És most a műsorban, vagy hát az előadásban felkonferált duó következik, Fanni és Zorán duója. Mit fogtok játszani, Fanni? A Riptide-ot. De a címe Riptide. Yeah.
ezt a jobbkezes, balkezes, hiszen milyen jól megfértek egymás mellett, ugye? László Fanni és Szabó Zorán dolgot hallottátok, és hát ott a következő generáció a zseniális balkezes. Kemény Gitárklub gyakran lép fel a műsorokban, ahol megzenésített verseket adunk elő. Például április 11-én a Költészet napi alkalmából a Békéscsaba a Jókai Színházban, ahol 24 órás vers folyam van olyankor a Színházban. Mi is szoktunk vállalni egy órát, amikor egy órán keresztül megzenésített verseket adunk elő, mint például a most következő Petőfi vers, Füstbemen terv, és ennek a zenéjét a House of the Rising Sun című közismert és nagyon ismert dal zenéjére illesztették össze a szöveggel, vagyis a Fel kell lenni a házával, ezt szeretném most előadni, és Rencét megkérem, hogy egy picit közelebb énekeljél a mikrofonba. Thank you.
Yeah.
Köszönjük szépen, Angos Roland, a Ferro 30-on. Most egy instrumentális dal következik, Shadows együttestől. Nagy Imre fogja elszólózni, fiatal szerelmesek dala. Melyik is az? Egy csillag törzsék a fű. Odaadom a gitáromat. Thank you.
szépen csöldögben kérte elő, és jött a főfonika. Úgy látom, hogy mindenki ismer. És a következő valamit elő szeretnénk adni. Nem régen tanultuk meg. Iskolánk október 23-ai ünnepségére tanultuk. És annyira megszerettük, hogy elhatároztuk, hogy most már fölveszük a repertoárunkba. Kvon Zsuzsa dala, zeng az ének szó. Még annyira új dal, hogy nem is találjuk a koltárban, de hamarosan meg lesz. András is meg fogja találni. Nem. Hadd ott lapozol és ott. Thank you.
Köszönjük szépen ismét! Kami és Zorán Dúrja következik. Mit fogtok előadni? Van egy titka,
sorsa előtti valami következik a Brian Élete című filmből. Monty Python adta elő. Mi magyar szöveggel fogjuk énekelni, és megkérem Bencit, hogy énekelje el a verzéket, mi pedig többiek segítünk nekik a, neki a refrénben. Nagy Imre,
Sári Dominik, Annus Roland, Kónya Szabolcs Lemente, Rácz Zoltán, Szabó Milán, László Kandé, Szabó Zorán, Csüllő Bence. És hát a gitárklub vezetője, Lustig István. Ezzel a most következő dalra szeretnénk elköszönni, és mindenkit biztatnánk arra, hogy tanuljatok hangszert, járjatok énekkarba, kitűnő időtöltés mindenkinek ajánljuk. Mi is köszönjük szépen a gitárklub közleműködését, én pedig szerintem ismerős lesz a dal, hiszen ti is szoktatok néha eltévedni, és azt hiszem, hogy országunk kivél haza. Maga a szöveg is tartalmas. Énekkel, tapssal bekapcsolódhatok ti is, megköszönve ezt a színvonalas műsort. És ha már csak néhány óta fölmerült egy olyan gondolat, hogy talán nem csellengeni kellene, hiszen tudom, hogy van közöttetek olyan, akinek volt már a kezébe gitár, és tud is játszani, és megkeresi a lehetőségét, hogy hogyan lehetne ezt tovább vinni, mert itt a példa, néhány középiskolás gyerek kezdeményezésére idáig jutott a gitárklub. Köszönjük szépen még egyszer a gitárkluknak, és akkor hajrá, csapjunk a húrok közé. Kapcsolódjatok be egy záró tapssal. Mehet akár ütemre is. Yeah.
működik. Országít. Akkor kapcsolódjatok a kapcsolni. Jimi Hendrix-el és néhány gyönyörű más zenével, és még egyszer mondom, a néhányótokban már megfordul az a gondolat, hogy nem csellengünk, akkor azt hiszem sikerül ez bennünket. Én köszönöm szépen az iskola vezetésnek, hogy lehetővé tette, köszönöm szépen a művelődési háznak, hogy biztosította a helyet, mindenkinek jó hétvégét, további jó szórakozást, köszönjük a részvételt, köszönjük a kemény gitártud közreműködését. Szevasztok, szép napot!